Nem tudom, mennyire ismerős az Erdély Kárpát Egyesület. Gyakorlatilag az az év első túrája. Józanító túra, de remélem senkinek nem az, az a túra, azért, hogy kihozom, hogy most már 8. által ervel, elég sok idő volt. Jó. Igaz, valójában az van, jelenleg olyan 900 méter magasan vagyunk. 1550 méteren van a menedékház. Nagyjából egy a másfél óra, lehet, hogy 2 óra is lesz, de nincs jelentősége, hogy mennyire ott érjük el. Elérjük a menedékházat másfél-két óra múlva, ott megállunk egyet uzsonnázni, bent van, működik a menedékház, bent van, étel, ital, tea, és utána megyünk tovább. Onnan még egy olyan, hát a szintben 250 méter körül, amit le kell tudjunk, távol egy olyan jó óra, még a nagyhagymás csúcsok. Szerintem az a szél, amivel riogattak az elmúlt napokban, az úgy vélem, hogy nincs. Úgyhogy nyugodtan fel fogunk tudni menni a nagyhagymás csúcsára. Ugyan az van, hogy a menedékházig a teljesen szélvédett részen megyünk fel. Onnantól, menedékháztól nyílik egy kicsit ki a terep, és ott, ha erős szél van, akkor az bizony kellemetlen tud lenni. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Indulásból már jó kis kaptatója van. De... biztos valami lesz. Kék vonaljelzést követjük.
Még egy utolsó kapaszkodó a legyesküvőz. Hallod, jó? Havazik kegyetlenül. Minden esetre irány a nagyhagymás.
nagy hagymás gerincén járunk. Percekre van a csúcs. Irány a tető. Íme a turista kereszt, majd picit hátrébb a csúcs. Hát innen most nagyon sok kilátás nem lesz, az biztos, de már az első pontot elértük. Thank you.